uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Páholy 2019-es első adásában. Ilyenkor mindig a számadás időszakát éljük, nézzük meg az elmúlt év januártól decemberig mi is történt a Soproni Petőfi Színházban. Éppen egy éve januárban indult útjára, ha mi holtak feltámadunk, Ibsen remeke Szilágyi Tibor főszereplésével. Az előadás minőségét jelzi, hogy 22 nap múlva a Nemzet Színházában is láthatják, majd a nézők a darabot. Februárban Önök elé került az Ármány End szerelem musical, amelyhez nem csak Schillernek van köze, hanem szerencsére zeneszerző barátunknak, Papp Gyulának is. Maradva még a zenénél, következett a Blues Brothers teltházak előtt, márciusban Feke Pállal a főszerepben. Erdélyben mutatkozott be, hogy aztán ebben az évben is műsoron maradjon, Bergman darabja a Jelenetek egy házasságból. Zentára Jócskán kibővült társulat utazott, hogy előadja a Zenta musicalt közel 2000 néző előtt. Szeptemberben pedig felcsendültek az Aida dallamai a címszerepben nemzetközi sztárral, Stefani Schlesserrel, aki természetesen magyarul énekelt. Sok szép emlék, mint holt virág, kint a parton. Az ősz az egy évelencével köszöntött ránk, és egészen az óév utolsó napjáig uralta a színpadot. Hölgyeim és uraim, hát mivel láthatták, hogy mi minden történt egy év alatt, azért számadásra felkértem Pataki András igazgató főrendezőt, akitől az első kérdésem az volt, hogy a teljesítmény és a számok milyen kapcsolatban állnak egymással. Én nagyon remélem, hogy a színházi tevékenységünk az esztétikai mérőfokokkal jelesebb eredményt mutat, mint az általam rövidesen felsorolandó számadatok. Árérték arányban a Soproni Petőfi Színház élen járóan produktív. Az első évben itt volt summa számban 6100 bérletes, most a Petőfi Színházban 10 és 11 ezer között mozog a bérletesek száma. Tartósan, húzamos idő óta ez így van. Gyakorlatilag 3 év alatt elértük a 10 ezres számot már. A 10-11 ezeres bérletszám fölé jelentősen nem is nagyon gondolom, hogy kéne mennünk. A nézőszám, ami nem azonos a bérletesek számával, az a közhasznúsági szerződésünkben, illetve a központi költségvetés ide vonatkozó előírásai szerint, ugye ahhoz, hogy ebben a kategóriában, kiemelt kategóriában működjön a színház, ugye minimum itt 50 ezer főt kell behozni évente. 63-64 ezer körüli a nézőszámunk, tehát ilyen szempontból messze fölötte vagyunk a kötelező előírásoknak. De egyébként ez jóval több, mert a tájelőadások vonatkozásában csak a Zenta rockoperánál, ha megnézem a zentai bemutató 1800 nézőit, akkor elég könnyű kiszámolni, hogy ezek sokkal szebb számok. Hol vagy, kicsi férjem? Hol vagy, feleségem? Aki lenni? Ilyen, hogyha neked nem, hogy dönt a háború, ha enged hazamennem.
százalékra vonatkozó előírások, ugye 70%-ot kérnek tőlünk, hogy a nézettség 70% fölött legyen. A Soproni Petőfi Színház jelenlegi nézettsége 90% fölötti, tehát 92%-os a nézettségünk. Hát ezeket a bevételre vonatkozó előírásokat pedig hát úgy tudnám leírni, hogy ilyen 51 pár milliós bevétellel indultunk, most jelenleg közelíti a 100 milliót a színház jegy- és bérletbevétele. Tehát azt tudom mondani neked, hogy e vonatkozásban nincs okunk túlzottan nagy pironkodásra, és ha a Barlang Színház számait is ideveszem, mondjuk a 2016-os és a 18-as számok összevetésével, akkor ott azt látjuk, hogy a turisztikai nézőszám 16 ezerről 40 ezer fölé ment két év alatt, a színház nézők száma pedig 14 ezerről 19 ezer fölé ment. Tehát jól látható, hogy egy dinamikus fejlődésről van szó. Rejtő a megejtő. Kezdte a színházi klubban, és folytatta a nagy színpadon. Az okra voltam kíváncsi. Az én színházvezetésem az meglehetősen két lábon áll a talajon, ami a költségvetést illeti. Tehát ebből következik, hogy nem mutattunk be egy nagyon nagy volumenű valamilyen másik előadást, hanem csináltunk egy viszonylag kis bekerülési költséggel, de a komédia éveibe jól passzoló klasszikus kabarét. Ez a rejtő témából összerakott kabaré anyag. A klasszikus rejtő kabarék, illetve a rejtő életére reflektáló bizonyos írások beemelése, ami egy kicsit a második felvonást talán mélyíti is. Tehát ez egy olyan szempontból nagy vállalkozás, hogy a mai magyar színházi alkotó műhelyek nem jellemzően kabarén szoktak szocializálódni, és ez egy nagyon-nagyon nehéz műfaj. Úgyhogy én tulajdonképpen örülök annak, hogy bizonyos kényszerek mentén, de oda jutottunk, hogy csináltunk egy ilyenfajta klasszikus kabarét, és ennek kapcsán a színészeknek volt módja megízlelni valami teljesen szokatlant, hiszen itt minden pillanatban az életéért játszik az ember a színpadon. Hogyha lényegesen több pénz állna rendelkezésére a Petőfi Színháznak, mint amennyi áll, jobbak lennének-e a produkciók? A produkciók valamilyen szempontból nyilván igényesebb kiállításúak lehetnének mondjuk, de nem akarok panaszkodni, mert Sopron városa, mint fenntartó, mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt a színházat üzemeltesse és működtesse, és a város vezetés részéről lelkiismeretes hozzánk állást tapasztalok. Ezért félrevezető volna, ha én most álmodoznék nagyobb bevételekről, nem mintha ezt nem tenném egyébként. De célszerű volna eredményt elérnünk abban, hogy megértessük a központi költségvetés összeállításakor például azt a tényt, hogy itt két színház van egy soron, hiszen a Fertő Rákosi Barlang Színház egy komplett nyári színház, tehát onnan nekünk a támogatások szintjén körülbelül 100 millió forintra lenne szükségünk ahhoz, hogy megfelelő elmélyültséggel és szakmai színvonalon tudjunk dolgozni. Nagy öröm, hogy a mai napon éppen volt egy sajtótájékoztató a osztrák partnereinkkel való együttműködésről. Jól látjuk azt, hogy a barlangszínházi nézettségeket radikálisan tudjuk emelni ezzel az együttműködéssel, tehát azt mondhatom, hogy a mostani színházi 19 ezeres nézőszám ez egészen biztosan fölmegy 25 ezer fölé, de az is lehet, hogy 30 ezer körül fog megállni. Ismered azt a vádat, vagy valami vádfélét, hogy azért ment föl ennyire a nézettség, mert rengeteg gyereket vonzottatok be a színházba. Ez végül is szégyen? Mert szerintem nem az. Nincsen sok gyerek, ugyanannyi gyerek van szerintem körülbelül, mint más városokban. Az, hogy mi igyekszünk komolyan venni a gyermekközönséget, és
próbálunk több-kevesebb sikerrel nekik szóló programot találni. Ez sem könnyű egyébként évről évre. Kihívást jelent, hogy minden korosztálya maga szintjén jó minőségű és neki szóló előadást kapjon. Képsor, amit láttak, a Péter és a farkasból való, a táncosok eltáncolják a tánc nyelvén a különböző hangszereket. A gyerekközönséget látva, őszintén szólva, és egy kicsit visszagondolva az előbb elhangzottakra, engem mindig meglep, hogy sokan azt mondják, hogy a gyerekek színházba csábítása, színházban való jelenléte nem nagyon fontos, talán számolni se kellene őket. Én szerintem meg kétszeresen kéne számlálni őket. Tényleg ezek a nyitott lelkű gyerekek, ezek nagyon megéreztek valamit ebből a nagyon szép meséből, és hát ráadásul ezt a zenét, ezt a mozdulatformát egyből átvették. És már elértük a célunkat, hiszen a teremtés folyamatos, mint tudjuk. Az emberi történelem, a kultúra is folyamatos, jó esetben nem szakad meg, és minden nemzedéknek a legfontosabb és legnagyobb feladata, hogy ezt a számára mostot, azt a úgymond tapasztalást át tudja adni a gyerekeknek, az újabb nemzedéknek. Úgy hiszem, hogy ebben a mi törekvésünkben ez a darab nagyon sokat segített, hogy ez a sok száz gyerek megkap valami olyat a múltból, ami ölemel az ő kis lelkét. Gondolják csak meg, itt van a hiteles dokumentum a kezemben. A Csillagkutya, ez a másik produkció. 33 iskolát, 81 előadásban, 2025 gyereket ért el az iskola színházzal, az a tantermi színházzal. Ő pedig kis Joel, néha olyan gyerekes, hogy iskolába se jársz. Mivel félre közepén járó felmentést kaptam, meg apám elintézte, hogy évvégén magánvizsgát tehessek, de addig önmáról is telépek innen. Pontosan egy hét, három nap, két óra és... 9 perc múlva már itt sem vagyok. Itt pedig beülnek a Soproni Petőfi Színház nézőterére, hogy megnézzék a Péter és a farkast, vagy például az entaiak által idehozott csodálatos magyar népmesét, az égigérő fát. Hát nem nagy dolog ez? Hol volt, hol nem volt, egy kis varjú a fánkán, csuda tehetséges, ézi kis madár. Baj van, baj van, míg a tojás így is ott a fenekén. A palotában 12 szoba van. 11-et ki kell suvickolni, leholt pókhálózni, csillagportalanítani. Viszont a 12. szobában... 12. szobában... 12. szobában...
igazság és erőnk, én már semmitől se félek, szegénynek én lehet király. Igen, erről szól az ének, túl a nagy operencián, hol várt az énünk érnek. A legtöbb mese tulajdonképpen erre bíztat mindenkit, hogy bármiféle akadályok vannak előtted, azokat a legnagyobb nehézségek árán is túl menve, tehát el fogsz jutni addig a vágyott célig. Szerintem minden mese, meg minden előadás nagy része erről szól, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Kevéssé lehet vitatkozni azon az állításon, hogy az irodalom és a történelem személyiségeit közel kell hozni a diáksághoz. Ennek jegyében született meg a Petőfi Színházban a Petőfi Sándor és Szendre Júlia szerelmét feldolgozó darab, amelyet külföldön is, de Magyarországon is játszottak, és még játszani is fognak. Szerelmes vagyok, pénzem nincs. Ez biográfia. A csavargásomból megjövöm, tudtodra adom, hogy megjöttem. Na, ez ásítás volt. Tudd meg, olyat ásítottam, mint Jeruzsálem kapuja. Nem csoda? Hát, Amice, megházasodtam. Éppen ma egy hete, hogy a költői borostyán koszorút lehúztam dicsi sugáros füleimről, akarom mondani fürteimről, s helyébe a házi sapkát ülteték. A legsikerültebb előadások között, hát többet is említhetek, mert nagyon a már említett Ajda meglehetősen minőségi volt szerintem, a musical műfaján belül is. Ezt zenei értelemben is kijelenthetjük. Szerintem a jelenetek egy házasságból is egy magas szakmai nívón született meg. Istenem, néha annyira szeretném úgy venni a napot, hogy enni, amikor éhes vagyok, aludni, amikor álmos vagyok, szeretni, amikor szerelmes vagyok. Hol van, néha dolgozni is, amikor van hozzá kedvem. Néha leküzdhetetlen vágyat érzek, hogy csak lebegjek, hogy elmerüljek. Tehát Sopronban azért a nézők döntő többsége mindig jellemzően későn ébred, tehát amikor már nem játsszuk a darabot, akkor nagyon sokan szoktak érdeklődni, hogy megnéznék. Úgyhogy ez érdekes ilyen szempontból, pedig most hát ugye igyekszünk már, egy néhány éve ezt észrevettem, tehát nem szabad heveny lefolyással lejátszani az adott programra tűzött előadásokat, tehát amennyire lehet próbálom szétszedni és repertoár szerűen hónapról hónapra minél szélesebb ajánlatot tenni a közönségnek, és azt hiszem, hogy ez utóbbi sikeres lépés volt, mert mire a nézőhöz eljut a suttogó propaganda szintjén, hogy ez egy nagyon érdemes előadás a megtekintésre, addigra már meg lehet, hogy nem volt műsoron. Most igyekszünk arra, hogy ez hónapokon keresztül műsoron legyen az adott előadás, így akkor talán elérhető a későn ébredőknek is. A naptára nézve igazolódnak Pataki András igazgató főrendező szavai, ugyanis az Egyéb Velencében a 2018 utolsó három napján is sikert aratott, még szilveszter előtt is előadásra került. Nem véletlen a siker. Minden ház egy ügyelmek, és minden orcodott hajó, kell a szent.
Színházunk sikereit szerencsére nem csak Sopronban aratta, hanem mondhatom országszerte, sőt azon túl is. Arra kérem az igazgató főrendezőt, hogy néhány város soroljunk, hadd kezdjem én. Kisvárda az első. Hát jártunk az elmúlt időszakban Zentán, Kassán, Erdélyben ugye Mikházán, Tusnádfürdőn két különböző fesztiválon. Játszottunk Bécsben számtalan esetben, felvidéket körbejártuk, a Komáromi Jókai Színházzal folyamatosan együttműködünk, és még nem is említettem a közeli Szaranszk városát az Urál után. Ha mi holtak feltámadunk, Ibsen különleges, mindenkit megérintő darabja. Siker volt 2018-ban, és siker lesz 2019-ben is, mert Szilágyi Tibor főszereplésével a Budapesti Nemzeti Színházba is előadásra kerül. Látod, itt benne a szívem táján van egy kis kamra, amelyik az ajtaja bezáródott. Ebben tartom az alkotói terveimet. Amikor ez a sápat nő, ahogy te mondod, becsukodott az ajta, és a kulcs nála volt, elvitte magával. Neked, kicsi bajám, nincs kulcsod hozzá, és nem juthatok hozzá a terveimhez, és az évek múlnak, és nem juthatok hozzá a kincseimhez. Régen láttam már ilyen szép naplementét a hegyek között. És napfelkeltét? Napfelkeltét? Azt hiszem, azt még sohasem láttam. Én láttam egyszer egy csodálatosan szép napfelkeltét. Hol? Fent egy szédítően magas hegy tetején. Te bolondítottál fel engem oda. Megígérted nekem, hogy megmutatod a világ minden gyönyörűségét. És én felmentem veled, és imádtalak. Akkor láttam a napfelkeltét. A tiszta nőt akartam megformálni, aki felébredt a feltámadás napján. És nem valami új és ismeretlen látványt fogadja, hanem öröm tölti el, mert önmagát látja viszont a halál hosszú álomtalan éjszakája után. Így formáltam meg, a te képmásodra, Irén. Velem pedig végeztél. Maga igazi medve vadász. Leginkább medvékre vadászom, asszonyom. De nem vetem meg a többi vadat sem, ha az utamba kerül. Lehet az sas, vagy farkas, vagy nőszemély. Vagy őz, vagy szarvas. Csak erős legyen, egészséges és szilaj. Azért legszívesebben medvére vadászik, nem? Hát igen, mert ha baj van bizony, kést kell ám rántani. Engedjen el! Mondhatom azt így tényleg az év utolsó napjainak egyikén, hogy soha rosszabb évet, mint a 2018-as volt. Hát mindig ugye az ember jobbat akar, nem lehetünk elégedettenek a 2018-as évvel, a jó Isten velünk volt. Hölgyeim és uraim, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és január végén gazdagodni fognak, ha megnézik Arisztofenész különleges darabját. Viszontlátásra! Üres erszény, üres fő, ne sokan él a kettő, kinek vele a zsebe, megvannak az eszély.